Egy vitában nem teszünk mást, mint az érveinket ütköztetjük. Egy vitában való győzelem nem a hangerőn vagy a vérmérsékleten múlik, hanem a megfelelő érvrendszer alkalmazásán. Ezzel és ehhez hasonló gondolatokkal találkozhattak a Királykút társalgóra látogatók. Szemere Alexandra úgy gondolja, rengeteg felesleges konfliktust el lehet kerülni, ha a megfelelő érvelési technikákat alkalmazzuk. Azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, mert ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a hétköznapi életben a párbeszéd kultúra sokkal konstruktívabb legyen, sokkal inkább az észérvekre koncentráljunk ahelyett, hogy ilyen különböző érvelési hibákat, érvelési sémákat alkalmazunk. És annak érdekében, hogy ezeket így felismerjük, fontosnak tartom azt, hogy ezekről beszéljük, ezeket megismertessük széles körben a kedves résztvevőkkel, illetve a lakosokkal egyaránt. Az előadó hozzátette, nem vagyunk lemaradva a többi nemzettől a vita kultúrát tekintve, de arra kell törekednünk, hogy minél jobbak legyünk. Vannak bizonyos témakörök, amelyekkel kapcsolatban sokkal hevesebben tudunk vitázni, és már nem is észszerű módon vitázni, hanem sokkal inkább veszekedni. Viszont hogyha képesek vagyunk arra, hogy egy kicsit így tárgyilagosabban kezeljük a helyzeteket, vagy tárgyilagosabban nézzünk bizonyos témákra, területekre, objektívebben, tudom, hogy nem lehet teljes mértékben objektivitás, de hogy a lehető legobjektívebben kezeljük ezeket a helyzeteket. A Királykút társalgó következő előadására június 20-án csütörtökön 18 órakor kerül sor, akkor a mikroműanyag szennyezésről lesz szó.